A Magyar Kézilabda Szövetség hétfőn díszebéden köszöntötte az 1998-as EB-n bronzérmes, illetve a 2003-as VB-n ezüstérmes női válogatott játékosait, edzőit, illetve a vezetőket. Miután a résztvevők videók segítségével felelevenítették a két világversenyen elért sikereket, Novák András, az MKS operatív igazgatója, Kis István, a szövetség akkori elnöke, valamint a sikerkapitány Mocsai Lajos köszöntötte a klasszis játékosokat. 91-ben VB-C csoport, 92-ben VB-B csoport, 93-ban A csoport, és akkor indult el tulajdonképpen a ti éremgyűjtő korszakotok, mert ugye 95-ben a VB ezüsttel, 96-ban az olimpiai bronzzal, és akkor innentől kezdve jött a nyugodtan mondhatom, hogy magyar kézilabdázás egyik hosszú távú siker korszaka. Nagyon sokat beszélgettem korábban edzőkkel, és sokszor hallom azt, hogy jó a csapatmunka, jó a csapatmorál, nagyon aranyosak együtt, ez mind remek. De azt gondolom, hogy ez csak akkor van ebből siker, hogyha ilyen kiváló egyéniségek vannak. Olyan emberek, mint amilyenek ti vagytok, akik szuper kézilabdázók, a címer óriási tisztelete és óriási elszántság, és ha úgy tetszik, sport, kézilabda, sport erkölcs. Jelvez titeket, én azt gondolom, hogy ez enélkül nincsen siker. Hát itt most Bárdúcra nézek, de hát gyakorlatilag valóban ez a kondicionális munka, amiben napi háromszor edzés lehetőséggel együtt. A probléma az, hogyha megkérdezzel a mai fiatalokat és az edzőkollegákat és az ott lévő válogatottnál lévő stábot, azt mondják, hogy a felét sem végzik el a játékosok, amit ti elvégeztetek. Tehát ennek a munkának az eredménye volt az, hogy a világot úgy, ahogy elvertük az együtt lévő hosszú évek során. A másik dolog, hogy saját kézilabda filozófiával rendelkeztünk, nem majmoltuk se a dánokat, se a norvégokat, se a koreaiakat, hanem kialakítottunk egy olyan kondicionális munkát, amit el kellett végezni ahhoz, hogy ott legyünk. Tehát gyakorlatilag egy egész más férfias kézilabda, egy más típusú fölkészítési rendszer és egy más típusú stratégia. Egy dolog volt, ami ugyanaz, hogy itt a csapat közül olyan emberek voltak, akik itt nem mondtuk el, de a tehetség kérdését. Tehát, az egyéniségek mellett mindenki tehetséges, kiemelkedő képességű ember volt, és ebben benne volt a munka vállalásának és az edzhetőségnek a kérdése. Nem emlékszem olyan élményeimre, amikor Tatár egy 2,5 órás edzés után körbevett a csapat, és ő gyakorlatilag Bicskei Berci, aki nem él, sajnos Isten nyugasztalja, bejöttek a labdarúgó válogatott fiataljai, folyt a bemelegítés, és 200-220 tömött labdahajítás volt a bemelegítő részben, futófészszöntelő feladatokkal, majd folytatván a gyakorlást elmentek a labdarúgók, 47 percet edzettek, majd visszafelé jövet, beültek az edzésre, és akkor a tiszta szívű fiatalok mögöttem a sútmarogtak, akkor kezdtünk el 100 indítást időre veletek. És páros társas indítások, és utána egy fiú megkérdezte, hogy a Merci bácsát, hogy van ez? Mi kimentünk, bementünk edzésről, és a lányok még a 2 óra utáni időszakban ilyen sebességgel dolgoznak. Azt mondta Bicskei, hogy ez egy más sportág, legyetek szívesek többet nem látogatni a női edzést. Ez hangzott ott el.